Az ünnepélyes eredményhirdetésen először a Mirákulum gyermekkórus előadását hallhatták a vendégek, majd Mák Kornél alpolgármester köszöntötte a diákokat, tanárokat és a családtagokat. Beszédében kiemelte, a matematika nem csak tudást jelent, hanem egyfajta látásmódot is ad a gyerekeknek. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány által szervezett versenyen a megyében összesen több mint 1200 tanuló indult. A második körbe a 400 legeredményesebb versenyző jutott tovább, akik közül a 126 legmagasabb pontszámot elért diákot hívták meg a pénteki díjátadóra. Városunk tanulói remekül szerepeltek a versenyen. Az általános iskolai és a középiskolai kategóriában is rengeteg kecskeméti tanuló vehetett át elismerést.